annyira sokan vannak, hogy most már azt mondom, hogy tényleg nem fogunk velük bírni. Elárasztották a poloskák a lakásokat tavaly ősszel. Rengetegen, különösen a mezőgazdaságban panaszkodtak a kicsi zöld vagy éppen barna bűzös rovarokra, de más kártevőkkel, például a levéltetővel vagy éppen a krumplibogárral is küzdöttek tavaly a termelők, mondja Vörös Géza, növényvédelmi szakember. Olyan helyeken, ahol intenzív mezőgazdálkodás folyik, ott a növényvédelem is a rovarírtással vagy a rovarok gyérítésével biztos, hogy néhány rovarfaj vagy esetleg nemzetség vagy család egyedeit csökkenti. Na most ugye nekünk a kártevők ellen védekezni kell, mert hogyha nem védekezünk, akkor nem eszünk. Tehát itt a tápláléklánc csúcsán az ember áll. Egy frissen közölt tanulmány szerint többek között az intenzív mezőgazdasági tevékenység kivált kép a rovarírtók használata, az urbanizáció és a klímaváltozás az oka annak, hogy 100 éven belül kihalhatnak a rovarok, olyan gyorsan csökken a számuk. Vörös Géza azonban nem hiszi, hogy ez bekövetkezne, és azt sem gondolja, hogy a jelenlegi rovarírtószerek okoznák ezt. Inkább a járványokról van tudomásunk a naprakészség szintjén. Az, hogy mi lesz 100 év múlva, meg 50 év múlva, azok hipotézisek, azt bizonyítani még senki nem tudta. Vannak olyan jelenségek, vagy olyan trendek, ami arra utal, hogy bizony veszélyben lehetnek egyes rovarfajok. A tanulmány szerint 8-szor gyorsabban pusztulnak a rovarok, mint az emlősök, a madarak és a hüllők, és évente 2,5%-kal csökken a rovarok ösztömege. Különösen nagy arányban csökken a bogarak és a méhek száma az adatok szerint. Ha viszont a méhecske nem poroz be számos növényfajt, azok termesztése nehezebbé válik, ami a teljes agráripart tönkreteheti.